Sziasztok, mindenkit üdvözlök. Már tapasztalhattátok eddig is, hogy én mindennel kapcsolatban elmondom a véleményemet, legyen az pozitív vagy negatív, minden számítástechnikai eszközzel kapcsolatban, és így lesz ez most is, a Revoltech billentyűzetemmel kapcsolatban, amelyet alig egy évvel ezelőtt vettem. Ugye, mint a legtöbb számítástechnikai eszközt, ezt is 3 év garanciával adták, és mindössze már 1-2 hónap után azt vettem észre, hogy a gombokról elkezdett lemárani a festék, ami világító billentyűzet révén különösképpen gusztustalanul tud kinézni. Körülbelül 4 hónap után én megkerestem a Zona Computers-t, akiktől a billentyűzetet vettem, elmondtam nekik, hogy ezzel a billentyűzettel ez a probléma van, valamint akkor még szóba került egy esetleges műszaki hiba is, amiről utólag kiderült, hogy nem műszaki hiba volt. Most közel egy év után viszont ez a festékmálás már annyira elhatalmasodott, hogy úgy gondoltam, hogy csak ezzel ismét megkeresem őket. Úgy azt hozzátenném, hogy semmiféle vegyszerhatás nem érte a billentyűzetet. Ebbe az állapotban szimplán attól került, ahogy használva volt mindennapi szinten a billentyűzet. A témával kapcsolatban szeretnék egy olyan dolgot is elmondani, hogy korábban volt nekem egy szimpla fehér billentyűzetem, ami semmiféle ilyen világító funkciót nem tudott, mindössze egy ilyen 2000 forintos billentyűzetről van szó, ami gyakorlatilag 14 éven keresztül használatban volt, és 14 év után az azon akárcska betűk felfestése nem kezdett el kopni, főleg nem ilyen szinten, mint a Revoltech billentyűzetről. Most én ezt elmondtam a Zona Computersnél is, küldtem nekik e-mailt, küldtem nekik képet is a billentyűzetem állapotáról, ahogy egy év után, közel egy év után kinéz, és erre a következő választ kaptam. A világítást nem tudják máshogy megoldani a relatív olcsó billentyűzeteknél. Itt az átlátszó gombokat festik le, és kiadják a karaktereknél a festést. Az olcsó billentyűzetnél tömör a billentyű, nincs festve. A drágább 15-20 ezer forintos világítós billentyűknél már anyagában fekete a billentyű, és úgy gravírozzák bele a karaktereket, az nem kopik le. Szóval ezzel gyakorlatilag azt mondják, hogy miért vettél te postaköltséggel együtt 7500 forintért egy billentyűzetet, miért nem vettél inkább 20-25 ezer forintért egy billentyűzetet, mert így, hogy csak 7500 forintért vetted, gyakorlatilag annyit értél, hogy 1-2 hónap után kaptál egy olyan billentyűzetet, ami gusztustalanul néz ki. Mert ugye ezért nem garanciáztatnak, viszont ez a billentyűzet úgy van megcsinálva, hogy nagy eséllyel lesz fog vele történni, mert hát ezt indokolta meg, hogy itt csak fel van festve, és ez könnyen lekopik. És hogy ilyen dolgért miért garanciáztatnának? Hát tök logikus, hogy azért veszek világítós billentyűzetet, hogy utána így nézzen ki. Hogy azért teszek egy 7500 forintért valamit, hogy így nézzen ki. De fogadjuk el azt, hogy ez így van. Ha az ember egy ilyen felfestett, világítós billentyűzetet vesz, 7000 forintért durván, akkor ezt az eredményt fogja kapni. Úgyhogy legjobban az ember akkor jár, hogyha 1-2000 forintért vesz egy hagyományos időtálló billentyűzetet, ami ugyan nem világít, de nem kopik szét használattól. Nem is biztosan nem ilyen hamar. Vagy 20.000 forintért beruházik egy olyan világítós billentyűzetre, amit lehet használni is, és végeredményképpen nem így fog kinézni. De persze a Zona Computersnek az áruk kínálatában ez sehol nem szerepelt, hogyha te ezt a billentyűzetet megveszed, akkor készüljél fel rá, hogy a gombokról le fog málani a festék. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ha ők nem, legalább én felhívom erre a figyelmeteket. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!